Tibor, hol vagy már? Na végre! Bocs, csak szeretnem kellett egy fényfűrés, szerú. De az minek? Hát szétvágjuk a kocsit, nem? Minket a Nissan Magyarország azzal bízott meg, hogy valami izgalmasat csináljunk ebből. Ja, látom, te készültél. Jó, hát akkor használjuk ezt. Szerencsére ennek az autónak a kettévágását azért nálunk profi emberekre bízta a Nissan magyarországi képviselete, úgyhogy ezt a Nissan Centrum őrmezőnek a szakemberei profi megoldották. Tulajdonképpen mi is ennek az autónak most a célja? Ez az autó, ez egy előszériás japán piacos autó, amit a Nissan Leaf-nek a bemutatójára kaptunk a Nissantól. És hát ugye ez semmilyen módon nem lehetett volna forgalomba helyezni, használni, mint járművet, hanem hát ő gyakorlatilag ment volna egy ilyen kis fémkockába össze, mint ezek az előszériás autók. Az úzdába, igen. És hát én nekem az egyik legelőnyösebb dolog ebben az egészben, hogy ennek az autónak tudtunk adni egy új életet, egy második lehetőséget, és hirdetheti azt, hogy hogyan épül fel. Sokkal egyszerűbb maga a jármű konstrukciója, mint mondjuk egy beösögési motorral szerelt járműnél, és ezt ugye általánosabb az elektromos autókra elmondhatjuk. Akkor tulajdonképpen jól látjuk, hogy itt benzintank nincs. Helyette viszont ugye az elektromos autóknál a tanknak a megfelelője az akkumulátor, és az akkumulátort itt látjuk a padlólemez alá került be. Ez a Nissan Leafnél egyébként egy nagyon fontos pozíció, ugyanis őt már a kezdetektől elektromos autóként tervezte meg a gyártó, és nem egy meglévő valamilyen autót alakított át, és ezért optimális helyre kerülhetett az akkumulátor, ő ugye ilyen 300 kg körüli súllyal rendelkezik, természetesen függetlenül attól, hogy fel van töltve vagy le van merítve. Súlypontot sokkal lejjebb visszük, és ezáltal egy élvezetesebb autózást, illetve stabilabb menetet tudunk létrehozni. Akkor itt lehet látni azt, hogy ugye van a két töltő ajzat, őról tudjuk a váltakozó hálózati áramforrásról tölteni, őről pedig tudjuk a SADEMO oszlopról, egyenáramról tölteni a járművünket. Metszési síknak a létrehozásakor nagyon kellett arra ügyelnünk, hogy semmi olyat ne vágjunk le az autóról, ami utána működési problémákat okozhatna. És akkor most ez az autó teljes mértékben működőképes? Az autó teljes mértékben működőképes, igen. Tibor, ez biztos jó ötlet lesz így? Hát nem tudom, majd elvár, egy kicsit szellősnek tűnik. És még esernyőt se hoztam. Hát figyelj, már megcsináltuk. Lehet vele haladni, statikai, illetve
mechanikai, illetve dinamikai erőhatások miatt, ugyebár ez elég jól megvan itt csinálva ez a gólyaláb. Ez az autó ez nem versenyzésre, meg nem gyorsulásra lett kitalálva, hanem arra, hogy tényleg megismertessük a nagy közönséggel a technikát, hogy mik vannak így a műszerfal, meg a motorráztető, meg a egyéb részek alatt, és hogy hogyan épül fel. Nagyon-nagyon fontos a menetstabilizátor, illetve az ABS vezérlő elektronikája, ugyanúgy, ahogy a fékcsöveket is, azokat is eredeti pozícióba helyeztük vissza, nem hajtottunk rajtuk végre módosítást. Hát egy nagy köszönet a Nissan Centrumnak itt Örmezőn és a Nissan Magyarországi Képviseletének, és hát ha tetszett ez a videónk, akkor kérünk szépen egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket a Facebookon is. Sziasztok!